A Hevesi Hősök tere átalakítása során 2014-ben régészeti feltárásokat is végeztek. A feltár történeti érdekességekről tartott előadást a településen a Dobó István Vármúzeum régésze, Halász Ágoston. Próbáltatásokat végeztek a sekrestye és a szentély között a főtéri katolikus templomban. Ennek során sikerült megtalálni a törökvész után újra betelepült Heves első temetkezési helyeit, egy földbe mélyített törökkori épületet. 28 középkori sírt tártak fel. Kiemelhetőek az előkerült párták és pártaövek a területen. A felújítás során a járda tükörszedésekor előkerült a középkori temetőfal és a déli járda, a délkeleti járda tükörszedésében törökkori jelenségek mutatkoztak. Jó eséllyel a mai épület alatt felfedezhető egy korábbi templom is, derült ki a munkálatok során. Valószínűleg a templom belsejében megtalálható a korábbi templom a föld alatt. A ásatás során megfigyelt egy méteres feltöltés, újkori feltöltés, azzal a reménnyel kecsegtet, hogy a templomnak legalább a lábazati maradványai megvannak. Az is bebizonyosodott, hogy aki keres, az talál. A földmunkák meddőhányóján Jégömöri Ilona múzeológus egy 1640-ben elrejtett éremkincset talált, több mint 600 darabbal, ami valószínűleg egy vezeték lefektetése során kerülhetett a dombra.